Április 20-án a Földművelésügyi Minisztérium és a Herman Otto Intézet közös szervezésében tartották meg a földnapi rendezvényt, ahol kitüntetések átadására is sor került. A kitüntetettek között ott volt dr. Harka Ákos nyugalmazott tiszafüredi középiskolai tanár, a Magyar Haltani Társaság elnöke, aki a Pro Natura díjat vehette át. Ez az elismerés a hazai természetvédelem érdekében kiemelkedő tevékenységet folytató személyeknek, szervezeteknek adományozható. Most tekintsék meg a Herman Otto Intézetben megtartott ünnepi rendezvény összefoglalóját. A díjátadáson készült felvételeket a családtól kaptuk. Az ünnepi rendezvény vendégeinek köszöntése után Bárány Rita, a Herman Otto Intézet ügyvezetője üdvözölte a jelenlévőket. Megtiszteltetésnek nevezte, hogy otthont adhatnak a földnapi rendezvénynek és a díjátadó ünnepségnek. Az ünnepi köszöntőt dr. Rácz András, a Földművelésügyi Minisztérium környezetügyért felelős helyettes államtitkára mondta. Rácz András a földnapi alkalmából először arról beszélt, hogy ez a nap Dennis Hayes amerikai egyetemi hallgató nevéhez fűződik, aki 1970-ben indítványozta, hogy április 22-ét szenteljék a földnapjának. Azóta 175 országban ünneplik meg ezt a napot. Rácz András véleménye az volt, hogy a természetvédők számára a Föld a védett területek hálózatát jelenti. Magyarország területének mintegy egyharmada a természetközeli állapotban megmaradt terület. Megőrzésük folyamatos munkát jelent a nemzeti parkok számára. Hazánkban 10 nemzeti parki igazgatóság működik, ahol 2000-en dolgoznak. A hazai ökoturisztikai létesítmények közül 350-et ezek az igazgatóságok üzemeltetnek, és ezekben 1,6 millió látogatót fogadnak évente. Rácz András elmondta, hogy a nemzeti parki igazgatóságok számára a jövő feladata a természetvédelmi területek kezelése. A földnapi megemlékezés alkalmából több kitüntetés elismerés átadására is sor került. Először a Földművelésügyi Miniszter által adományozott Pro Natura díjak átadása történt meg, az elismerésben 5 szakember részesült. Harmadikként szólították dr. Harka Ákost, a tiszafüredi Kossuth Lajos Gimnázium nyugalmazott pedagógusát. A rövid méltatás így hangzott. A hazai őshonos halfauna védelméért, megismeréséért és megismertetéséért végzett 5 évtizedes kiemelkedő munkájáért, a Tiszató élővilágának megóvása érdekében hosszú idő át kifejtett tevékenységéért. A kitüntetés részletes indoklása kiemelte azt is, hogy Harka Ákos évtizedek óta elkötelezett híve a természetvédelemnek, nyugdíjasként még aktívabban tevékenykedik. Ő kezdeményezte 2005-ben a Magyar Haltani Társaság megalakítását. Kiemelték tudományszervező és kutató munkáját, ismeretterjesztő és publikációs tevékenységét, a Tiszatavon végzett haltani kutatásait. A Pro Natura díjakon kívül átadták az ünnepség keretében a Pro Natura emlékplaketteket, miniszteri elismerő okleveleket, illetve a Herman Otto Intézet által alapított Herman Otto szellemisége díjakat. Az ünnepség Navratil Andrea népdal énekes műsorával fejeződött be.